tehát... Manőver van, lemozog róla, jó, szeretnék, hogyha dobnál egy scoutot. Jó. Jó. Ugye plusz egy kocka még mindig ugye a terv miatt, mert az még mindig él. Kell is. Kettő siker. Jó. Igen. Ez egy versus test, jó, amivel viszont egyet sikerül. Jó, várj, a manőver, az nem sebez, az előny, tehát egy extra kockát termelsz majd. Következő jó. Dobásodra, jó? A okay. Terven fölött plusz kettővel dobod majd. Jó, meg jó? Két sikert. Megyünk át, Dori. Én oda az asztal mögé. Oda az asztal mögé. Jó, rendben van. Fogja magát, levetődik egyet, levetődik kettőt, beszaladsz az asztal mögé, teljesen helyes, jó? És oda be is húzódik. Ennyi volt a köröd. Mehetünk tovább. Jöhet. Én úgy, ugye most engem annyira nem látnak, meg velük foglalkoznak. Nem, mert behúzódta hátra, az egyértelmű, hogy a Siegfried lesz a főcélpont. Jó. Akkor én szeretnék olyan sok könyvet, vagy ilyen, ugye most én tekercsekre vagyok tulajdonképpen. Olyan sok tekercsek magammal ránt, vagy picit ide közelebb jönni hozzájuk. Jó, hát felölelsz egy csomó. Jó, átszammogsz oda. Elképzelésem nincs, hogy mi, de kurva kíváncsi vagyok. Bocsánat, ez a kifejezésén. Jó, és akkor jöhet Domitil? Mekkora egy ilyen könyves polc? Egy ilyen könyves polc, mármint amik itt vannak? Igen. Hát, az ők mondjuk ilyen háromszor akkora, mint te. Akkor ezt nem lenne túl könnyű lepolítani. Falra van rögzítve, szóval jó esélye, nem is tudod. És hogy csak így mondjuk lesöprök egy, hogyha mondjuk átmegyek ide, és lesöprök egy polcot így erre a főhermelére. Hát azért ennyit mozogni, főleg úgy, hogy a útban van. Az működik, hogy megpróbálod megkerülni. Azt elfogadom. Legyen az. Akkor egy Pathfinder-t kérek, és hogy a manővert az extra kettő kocka, plusz az extra kocka a battle plan miatt. Az én manőverem miatt a plusz egy kocka is benne van? Nem, az neked. Igen, jó. Tehát ezek individuálisan triggerelnek. Oh. Ez egy siker. Egy siker? Komoly? Akkor fejbe rúgsz. Nagyon szorogatom. Véletlen. Akkor az én 20-ban Pathfinder-nél a sikert. Sikert? Hát előny nem kap semmit, de sikerül átmozogni. Sikertelen. Sikertelen? Sikertelen. Fél jó, átmozogni átmozog, de előny nem kap. Jó, rendben van. A Hermelinék következnek, jó? Ő itt, aki van, ő megpróbál talpra állni. És sikerül neki. Úgyhogy nagy nehezen fogja magát és feltápászkodik, de a jobb karja az szinte használhatatlan. Jobbkezes, bal kezével próbálnak nyújtani a szabjáját, de nem megy neki. A kígyót lehet látni, hogy szépen itt kisziszeg, és elkezd errefele körözni. Igazándiból nem lát célpontot, úgyhogy úgy. Ez egy ilyen félig meddig kifejlett példány. Beleférünk a szájába. Beleférsz a szájába, igen. Jó. Figyelj ide, ez a mennyét itt, ez konkrétan neked ront. Jó? Annyit látsz, hogy kettő rövidebb kés van nála, és azzal a lendület rád veti magát, jó? Úgyhogy erre van egy extra kockád, ugye? Meg egy extra tervből, tehát kettő extra kockával kérek egy fightert. A manőver, sikeres manőver miatt. Jó? És akkor ő dob veled szemben egy fightert. Jó. Kettő darab siker. Jó. Felöklel téged, fejjel bam! És annyit látsz, hogy te behúzod szézi, még hogy neki csapódik az asztalnak konkrétan, akkor erővel neki laknik. Jó? Kettőt sérül a gárdnak a diszpozíciója. Egyet blokkol light armorral, nagyon helyes. Jó? Négyesen marad, neki csapódik. Yeah! Come with me, bro! Beleáll, jó? Fő mennyétünk, ugye a Hermelinünk, ő pedig fogja magát, és dobunk neki egy scoutot. Nagyon sok kockával dobsz neki. Nagyon sokkal dobnak, de csak egy siker dob, úgyhogy akik az emeleten vannak, ő velük nem tud mit csinálni. Úgyhogy ez félkör bukás neki, és nem dobok oda se jót. Szóval a Hermelinünk fogja magát szépen, és kimozog ide nyílt terepre, és megpróbál hozzád férni majd. Uh-huh. Úgy, jó. Harmadik kör következik. Jó.
Megint manőver. Ismételten manőverezik a guard, jó? Ezzel szemben viszont defense-et hív. A Weasel Tunnel Lord. Nagy baj, hogy nem temattuk, na mindegy. Jó, oké. Újabb manővereket kérek. Jó, rendben. Akkor én szeretnék engage-en maradni ezzel a csókával. Annyi különbséget próbálok úgy átmozogni, hogy ne legyen két tűz között. Hanem ki tudjak mozogni a bossnak. Jó, jöhet a Pathfinder. Jár hozzá plusz egy kocka a taktika miatt? Még mindig jár, igen. Ebben az akciókörben még mindig van egy extra átok. És az előző manőver miatt erre már nem jár. Nem, erre már nem jár. Az dobd újra, ott légy szíves. Úristen, az mi a... Négy siker. Azt a rohadt. Mit a manőverre dob csak ilyeneket? Az következő akciót plusz négy kockával megy. Plusz négyjel, mivel három darab hármas dobtam. Nice. Jó? Huge, mehetünk tovább. Jó, megyünk tovább, pörgessük. Le, nekem az a tök kitűnő hely amúgy. Így egyébként fel tudok borítani még egy asztalt. Fel. Csak akkor észrevesznek. Nekem az úgy tökéletesnek tűnik. Esetleg annyit megcsináljuk, hogy azt a másikat úgy az elébb felborítom és visszamozgok oda a kettő. Hát azzal eléggé feltűnő leszel azt, hogy tudod? Hát akkor nem tudom, muszáj manővert tennem, nem? Hát az is lehet, hogy manőver, hogy elbújsz oda. Hát én elbújtam. Szóval most aztán mögött, hogy én ott jobban bebújok max, és kiként lelve célzom azt következő körben. Jó, nature próbált kérek ambusra, jó? Ambusra nature-t? Jó. Hát nature-öt, hogy elbújsz, úgyhogy úgy. Plusz egyet kérek. Jó. Jézus siker. Mária! 5 siker. Jó. Kövi körben 5 extra kockával támad. Jó? Támadni kéne. De le vagyok könyvekkel, és épp ott bújdoklok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog csinálni. Mivel a könyvek még nem most kellenek, nem manőverhez gyűjtöm őket. Igen. Két dolgot szeretnék. Egy, bemozogni. Te vagy itt. Az a Domitil. Jó, én szeretnék a fő bosshoz, tehát minél közelebb, de takarásban lenni feltétlen. Jelenleg és erre figyel, tehát jelenleg ő a szintfődre figyel. Pont azért így a háta mögött lenni, tehát hogy ne rám figyeljen. Igen. Esetleg még annyit meg lehetett tenni, hogy találok ilyen, mint használnak ezek alkohol, meg benzin, ilyesmik eltehettem én is a raktárban. Nem? Alkoholt? Elmentünk Barkwoodból. Dobjak rá? Egy resource pontot költhetsz, és akkor fixen van nálad, viszont onnantól kezdve ugye kettesre dobod a turkálást. Tehát a kettő... Akkor az mit jelent, hogy akkor ez egy-kettőre van meg? Tehát kettőre van fixen, egyen van az... Jó, elköltök egy részletkondot, és kérek alkoholt. Jó, oké. Okay. Van nálad egy fiolányi alkohol. Ja. És rendben. Bújok, és a boss mögött állok. Jó. Jó, Istenem, tudom, mit akar. Jézusom, te állat! Jó, nature próbát kérek. Jó, ugyanígy így... 3-4-et. Bár... Mondjuk, ez már nem nature neked, hanem hunter. Van hunterje? Ez hunter. Hunter. Ja, hát igen, itt már nem lehet normális, hogy... Nem. Nem. Ez se tudós. Gyerekek, az a baj, hogy ez Hunter. Úgyhogy Hunter egy extra kocka, tehát 3 kockával beginner's luckot dob. Bocsánat, de ez ilyen. Nincs egy Hunter. De dob 3 sikert! Hát az agyam eldobom! Mi van itt? Jó, 3 várjál, Scout neki, Scoutra opozál, jó, egy extra kockát kapsz, attól függetlenül a következő actionre, jó? És új konflikt round. Ja, te még nem voltál? Bocs, akkor te vagy, elnézést, bocsánat. Én szeretnék a fő Hermelinnek a lába elindulni egy nyilat, hogy azért nem mindenki szikfélre menjen rá, én felhívnám magamra figyelmet. Manőverő technikailag belefér. Nem biztos, hogy ezt kell. Jó, oké, okay, semmi ez, kicsit kihúzódik ide. Ellövi. Jó, és akkor... manipulátort kérek. Oké, okay, az kettő, meg a
akkor még kettő az így miatt. És van egy, van a taktika miatt egy bónusz. És taktics miatt még, ja igen, mert Mani, de okos. Jó, oké, mehet. Kitanulmányozta. Jézus Mária, irgalmazza menyéteknek! Nézd. Hát négy siker csak begurít, szakadjak meg! Jó, nézzük, nézzük Tunnel Lordon, mit tudsz? Hát azért nem rossz, nem rossz, jó, kettőt levéd belőle, jó, tehát kettő extra kocka, jó, és akkor most jön a defense a vízalaknek, jó? A kígyócska, ő fogja magát, és itt erre felé tovább csúszik, tekereg, jó? Ő itt magához tér, kicsit feljebb mozog, ő keres téged, megtalál, jó? Tehát észrevesz, hogy hova vagy, tehát, hogy értsétek, háromszor akkorák, mint ti. Jó, tehát el tudtok körülöttük bújni, a hosszú időre nem is, jó? De ilyen Tom és Jerry sem lehet próbálkozni. De akkor az is jelenti, hogy ha ügyesek vagyok, akkor lábok között is átkom sugarni. Igen, az fontos, az fontos. Jó, illetve ők négy kézláb mozognak ettől függetlenül, tehát csak a támadás erejére emelkedik meg általában. Aha. Jó? És ő pedig fogja magát, és errefele húzódik, annak érdekében, mert hát nem egy észlény, ő téged akar. Igen? Hát az látszik, mert jön feléd. Úgyhogy úgy viszont sikerül úgy mozognod, hogy zárd a szöget, és a katonája az effektíve blokkolja azért. Jó, új conflict round, tessék választani, és most már fullost választ a Weasel Lord. Hárnem. A genyó hárnem. Én még nem mutattam meg az arcomat. Jó, megvan? Uh-huh. Szuper. Mouse Guard első akciója. Támadás. Atak. Jó. Helyes. Jó, oké. Okay. Rendben van. Akkor én először is behívom magam ellen a Defendert, mert hogy az egész mouse csapatot mindenkit meg kell védeni. Emiatt pedig gyilkos szándékkal fogok nekirondani a bossnak, mert úgy gondolom, hogy ha ő kiesik a bossnak. Hogyha ő kiesik a számításból, akkor a többi mennyét leáll, vagy legalábbis meghátrál, és mindenképpen jó pozícióba kerülünk. És gyilkos szándékkal fogok nekirondani. Alapból hármas fighterrel küzdök. Jó, akkor... Plusz egy támadású görény fogda. Akkor egyelőre plusz... várjál egy kicsit. Takarásban van. Látja, hogy ott van, de megpróbálhatod, de elsőként meg kell próbálnod kiszakadni közelharcból. Jó, jó? Azt úgy szakadok ki. Pathfinder? Egy Pathfinder dobsz. Plusz egy adtuk, amiatt. Már nincs, első körre volt csak. Első körre volt, jó? Jó, úgyhogy tisztán dobsz nekem egy Pathfinder-t. És akkor a manőver miatti plusz 4 dobásomat, azt megteheted, hogy nem erre, hanem a támadásra. Megteheted, igen, hogy a támadásra használod el, jó? Jó, ez itt kettő siker. Kettő siker, és ő pedig megpróbál téged irgalmatlanul parkon. Tintin. Jó, ami mocskosul nem sikerül. Yes. Jó. Jó, annyi történik igazándiból, hogy villám gyorsan fogod, beugrasz az arcába, eltáncolsz balra, kigurulsz konkrétan, utánad nyúl, érzed, hogy egy picit megnyesít a oldaladat a késével ugye, de azzal rendelettel sikerül tovább benni, felugrasz, és akkor most kérek akkor egy atakot. Három fighter alapból, görényfog támadása miatt plusz 1, és a manőverből még plusz 4, tehát 8 kockával dobom, mert a taktika most már nem számít. Hajrá! És gyilkos szándékkal. Egy siker, két siker, három siker, négy siker, öt siker. Jó, ezzel szemben Diesel Tunnel Lord védekezik. Hány sikered volt? 5. Jó. Rávetődsz, levegőből jön a szúrás, konkrétan becélzod a nyaki artériáját. Jó, becélzod a nyaki artériáját, jön a döfés, de látod, hogy villámgyors, emelkedik föl, emeli a pajzsát konkrétan, és annyit látsz, hogy itt sikerül, ahogyan félreüti a kardot, itt sikerül megkarcolni effektíve a homlokát, és utánad szúr, nem talál el, de így ledob maga mellé igazándiból, így a kardlappal ráfordít, és így bedobja maga mellé a Siegfriedet. Aha. Ne várj, most előttem van. Jó, tehát beforgatott oda, ettől függetlenül egyet sérül. Jó, ez akkor sikeres támadásnak számít. Ez egy successful attack, pontosan, mehetünk tovább. De most ott áll Siegfried köztünk. Földön fekszem, az nem nagyon marulva.
Mécsod van? Meg nagy. Tehát ez háromszor akkora, mint mi. Jó, mert csak már nekem van egy flingem, és most már közel van eléggé hozzá, hogy nem minusz kockával dobjam. Uh-huh. És behívom a Determinant-et. Igen, Determined. Determined-et. Van plusz 5 kockám, az plusz 6 kocka. És Fighter az 2-es, meg még 3 kockát ad valaki. És 8 kocka. És bejelentem én is a gyilkos szándékot, mert a vezet kell kiszedni. És benne van akkor az, hogy kaptál plusz 5-öt az Amanuel miatt? Igen. Igen. 2-es Fighter, 8 kockával megküldik. És a plusz 5. Ja, jó. Semmelyik a szerencsésebben dobok, mint te vagy, ő szerencsétlen ebből ezúton. Még mindig nem Vegas. Próbálom. Semmi gond. Francba, de szar. 2. Az 2. Nem tudom mi a franc. Jézusom! Jó, kiemelkedik hirtelen, és annyit látsz csak, hogy konkrétan a sisakjára pum, lepattan. Nem hisz, ez amúgy már lassan a harmadik félem fighterből. Megesik, megyünk tovább. Bocsánat, gyors kérdés, akkor fél volt, és mivel egész jó a nature, mivel gyilkozásra ment, ezért akkor csökken egyel a nature? Ideiglenesen csökken a nature-ed egyel, így van pontosan. Jó, én nem tudom, hogy az én akcióm egyáltalán lehet egy gyilkos szándékú, úgyhogy bejelentem. Mondd, hogy mit szeretnél. Igen. Csak mondd el, hogy mit szeretnél. Jó, én azonnal szeretném a nálam lévő főleg hengereket, amiket jól lehet célozni, és akkor behúznám hozzá az összes ilyen milyen sharp eyed, vagy nem tudom. Őt használtad, igen. Csak is ezért maradt. Ő micsoda? Mert őt magam ellen hoztam be az Honor-t. Igen, a Guard's Honor. Jó, akkor ennek semmi értelme. Jó, akkor viszont alkohol, meggyújt és dob. És megpróbálni nyilván olyan, tehát hogy felgyújtatja. Fel akarod gyújtani? Fel akarom gyújtani. Segítetek neki, Brewer-ből vagy Scientist-ből, mert én tanítottam akkor használtam? Nem volt olyan időt tanítani, egy extra kockát kap attól függetlenül, jó? Tehát azt elfogadom. Jó, mennyivel dobom, most mire dobja? Ebben a helyzetben egy, hát ez Brewer attack lesz. Tehát ez, nem hittem volna, hogy valaha Seth-ből támadunk, de... Jó, és akkor van a Dory-tól egy plusz támogatás. Igen, illetve van egy extra kockád ugye az előző körből, ezt ne felejtsük igen, el. Igen, egy van csak. Egy van csak. Meg ezekre az már nincsen. Az már nincsen. Fel tudom-e használni a personámat erre, most így előre mondjam? Felhasználhatod, és akkor még 5 kockát be fogsz gurítani a üzéből, a nature-ödből. Vagy, ha teppeli a nature-t az 5 kocka, viszont ez egyértelműen against your nature. Tehát abban a helyzetben Ha sikertelen, akkor permanensen veszik ezt egy nature-t. Ha sikeres, akkor? Ha sikeres, de. Akkor igen. Nem baj. 1-2. Oh. Igen, ez az alap, és akkor még kérek 3-at. Nem. Válasszak. De így 2 és 5. Ez a nature-em pluszban. És tetszős, dobja jobbat. Ezt 9-zel dobom, gyerekek, úgyhogy muszáj felgyújtani a kibaszott bot. Na, bocsánat. Ezt szimpoljátok ki. 1-2. 3. Ne! Ne! Hogy? Abban mennyi 6-os? Mindegyik. Akkor fél, van még fél pontod, nem? Igen! Yes! Használ. Akkor 3. Jó. Fél pontod, nem a personából egy marad, és a fated burnalad. Igen. Jó, egy fél pontért cserébe 3 extra kocka begurul a 6-osok miatt. Amiből 2 extra siker, 5 darab. Jó. Na, most figyelj, közel harcban van kötve. Ez fixen egy mínusz kocka neki. Surprise attack, mert nem látja, az még egy mínusz kocka lenne neki, de ugye helyette úgy van, hogy ugye ő kapja meg, tehát hogy értsd, hogy miért nem veszek el tele kockát. Na most, ez effektíve egy ranged attack, hogyha úgy nézzük, jó? Tehát ezt ő oponálni fogja, jó? 5 kockával oponál, alapvetően 6-os fighterje van, jó? Tehát 5 kockával oponál. És dobok neki 3 sikert, jó? 2 sikerettől függetlenül átmegy, konkrétan megfogja, begyújt egy tekesre rá lögyint ez egy kicsit, begyújtja, és azzal a lendülettel megfogja, és hozzávágja. Jó? Oké, dobjál légy szíves egy 6 oldalú kockával. Jó. 6. Ha 6-os dobok, nem gyullad ki. Hatos!
Cincin. Fogja, elhajítja. Nem lehetünk ennyire szerencsétlen. Nem ő, hogy lehet ilyen. Rápattan, lepattan a sisakjáról ismét. Fölnéz rá, és elindul feléje viszont. Miért csak ízét se vesz itt? Micsoda? Hát azt a két dispozíciót azért elveszítik, nem? Nem. Mi? Heavy armor. Cincin. Bocsánat, bocsánat. Jó, oké. Okay. És akkor te vagy még. Nem hiszem el, hogy két 8-8 és 9 kockával nem tudtunk rajta magasztani. Ezek után én a kígyót támadom meg inkább. Jó, mit csinálsz? Mondjad. Gyerünk. Nem akarom elmenni. Mondjuk, ha megöljük, akkor lesz mérgünk. Ha ott kígyóval lesz mérek. Már most akkor te leúszál egyet a nature-ből, ugye? Mert hogy against your nature. De nem, te nem sikerült. Mi? Nem gyulladt meg. De tök mindegy, hogy ha tapping your nature és against your nature, akkor automatikusan csökkented egyel ja, a igen. Nature-t, és utána half sikertelen, akkor még annyival amennyien különbözet volt. De... Tehát egyel csökken, igen. Jó, oké. Okay. Na, nézzük Domitil. 3 a fight miatt, 2 az előzőből, és a brave-et szeretném behívni, hogy... Működik. Magad mellett, ha? Igen. Jó, és akkor tehát kill action a snake-re. Három siker. De akkor kéne, még fétezni? Nincs. Kettő. Ja, orrát eltalál. Kap egy piercinget. Semmit nem dobunk meg. Ó, nagyon kiszámíthatatlanul mozog, és elindul feléd. És most én jövök. Semmit nem dobunk meg. Jó, kezdjük itt. Ő neki van egy scoutja, megpróbálja kiszimatolni az Eirit. És kiszimatolja. Jó, rád mozog, kérek egy fighter, Dori. Nem fighter? Igen. Csak úgy simán, mi? Csak úgy simán. Semmi. Jó, konkrétan annyi történik, hogy belép mögéd, teljesen meglepődsz, ahogyan újra megérkezik, azt hitted ennek már vége. Konkrétan belép mögéd, megfogja a fejed, és teljes erőből a felborított asztal falba, így belebassza. Koppan a feje, 2 diszpozíciót veszít a gárd. Light armor miatt 1-et veszít a gárd. Jó, következőképpen ez a soldier fogja magát, rád vetődik. Jó, úgyhogy kérek egy fighter tőled. 1. Hátulról jön, a Tunnel Lordra figyelsz, ahogyan körülötted, hátulról rácsap, megüt. 1-et sérül a gárd.